napot kívánok minden kedves tévénézőnek! Önök a Borsodi Regionális Televízió körzeti híradóját látják, amely minden csütörtökön 16 órakor jelentkezik. Térségünk hírei következnek. Adócsökkentés és béremelés címmel tartott sajtótájékoztató Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő. A minimálbér jövőre 15%-kal emelkedik, amely összegszerűségében azt jelenti, hogy 127.500 forintra nő, a szakmunkás minimálbér pedig 25%-kal emelkedik, ez pedig 161.000 forintot jelent majd. Véleményem szerint örömteli hír az is, hogy a béremelések azok nem állnak meg, hanem 2018-ban tovább folytatódnak, hiszen a minimálbér 18-ban újabb 8%-kal fog növekedni, így összesen 138.000 forint lesz, a szakmunkás minimálbér pedig további 12%-kal növekszik, emelkedik, és így az összege 180.500 forint lesz. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy ez a nagyléptékű béremelés természetesen a munkának a megbecsüléséről, tehát a munkának a becsületéről szól. És véleményem szerint ösztönző hatású is, hiszen azok az emberek, akik szeretnének, tudnak és akarnak dolgozni, azok az emberek ne segélyre alapozzák innentől kezdve az életüket és családjuknak a megélhetését sem. És az elmúlt években azért dolgoztunk, hogy a segély helyett munkából éljenek a magyarok. Még egyszer szeretném kiemelni, hogy mindenki, aki tud és akar, az dolgozhasson. És ennek az eredménye az, hogy mi 2010-ben több mint 12%-os volt Magyarországon a munkanélküliség, ma már örömmel nyugtázhatjuk azt, hogy a munkanélküliség 5% alá esett, pontosabban 4,7%-ra csökkent, és a rendszerváltás óta ez a legalacsonyabb szám munkanélküliséget tekintve, és örömmel említhetjük azt is, hogy míg az Európai Unió átlagában egy 8%-os munkanélküliségről beszélünk, itt nálunk Magyarországon ma 4,7%-ról. Utakat újítottak fel Sajó-Szentpéteren. Sajó-Szentpéter város önkormányzatának 16 millió forint belügyminisztériumi támogatást ítéltek meg belterületi utak felújítására. A projekt keretében 5 utca felújítása valósult meg. Az utak burkolata új aszfaltszűnyeget kapott a meglévő szélességében kétoldali zúzott kőpatkával. Országgyűlési képviselő, nagyon örülök annak, hogyha egy-egy településen valamilyen beruházás megtörténik, és azért azt látjuk, hogy a választókerületemben Sajó-Szentpéter azért központi helyet foglal el, hiszen a második legnagyobb város, és annak külön örülök, hogy itt sikerült most egy út felújítást, út karbantartást végrehajtani. Örülök annak, hogy az önkormányzat minden lehetőséget kihasznál, amit a pályázata lehetőségek biztosítanak, és azért azt is ki szeretném emelni, hogy itt nem csak arról beszélünk, hogy valaki nyer egy pályázat, hanem az önkormányzatoknak azért egy önerővel is támogatni kell még ezt a beruházást, és annak örülök, hogy a Sajó-Szentpéteri önkormányzat rendelkezett az önerővel, és ezért tudta ezt a útfelújítást elvégezni. Természetesen a jövőben is szeretnék törekedni arra, jó kapcsolatot ápolva az önkormányzattal, hogy további beruházások történjenek itt Sajó-Szentpéteren. Az út az alapvető infrastruktúrához tartozik, hiszen az úton azért közlekedünk, járunk, nem csak személykocsival, hanem gyalogosan is, és azért ezeken az utakon, amit sikerül felújítani, akkor sokkal egyszerűbben, könnyebben és jobb körülmények között tudjuk meglátogatni a szeretteinket, a barátainkat. Tehát egy nagyon fontos dolog, hogy ezek az alapvető infrastruktúrák rendben legyenek.
A fejlesztések révén Sajó-Szentpéter város Duzsnok és Fecskeszög város részén az aszfalt burkolatú utak kerültek felújításra, elősegítve ezzel a település esélyegyenlőségi törekvéseit és az ott élők életminőségének növekedését és társadalmi integrációját. Az elmúlt időszakban több beruházásunk is megvalósult és folyamatban is van, de legutóbb a Sajón túli terület, beszéljünk nyíltan, ez tulajdonképpen a roma telepet jelenti. Ott egy jelentős beruházás volt, egy nagyon régi adósságnak tettünk eleget, utakat építettünk mintegy másfél kilométer hosszan. Ez nagyon sokat jelent, mert mint általában ezek a területek elég elhanyagoltak a mai napig is, és azon túl, hogy nem csak jó út nem volt, járda sem nagyon található a területen, tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a korábbi állapot, ami azt jelenti, hogy néha bokáig lehetett a sárba közlekedni, ez megszűnt. Igaz, hogy korábban, amit mi most megjavítottunk, előtte aszfaltos út volt, ez már annyira tönkrement, hogy gyakorlatilag nem lehetett használni. Ezért nagyon sokat jelent. Milyen forrásból, milyen összegből valósulhatott meg? Hát közel 20 millió forint volt, amiből 16 millió forint volt az állam részéről adott támogatás, és 3 millió 700 ezer forint volt, ami saját önrészünk. Milyen jelenleg Sajó-Szentpéter útrendszerének az állapota? Alapvetően jónak mondható, kivéve ezt a területet, ahol még körülbelül egy olyan másfél-két kilométer hosszú út van, az, ami hasonló helyzetben van, mint a korábbi, hasonló állapotban van, de én nagyon optimista vagyok, és remélem, hogy ahogy ezt sikerült megoldani, és felhasználom a lehetőséget, hogy megköszönöm Demeter képviselőnek a segítségét, hiszen nélküle nem valósulhatott volna meg, mert ő kilobbizta úgymond ezt az összeget. Ezúton ugyanakkor bár nem vagyok terhetetlen, de egyúttal megkérem őt arra, hogy a következő etapot is reméljük, hogy sikerül befejezni, és remélem nagyon, hogy ehhez is sikerül kilobbizni még egy hasonló nagyságrendű összeget. Hát egyszer adták át a top 100 gazdasági díját Borsodban. Az elmúlt évben is folytatódott Borsod-Dabó-Izemplén megye gazdasági növekedése, amely jelentős részben az itt működő nagy cégeknek köszönhető. Róluk szól a top 100 kiadvány, amelyet gazdasági konferencia keretében szerdán mutattak be a Palota szállóban. A top 100 gazdasági díját idén Dercó István, a Weinberg 93 Kft. Ügyvezető igazgatója nyerte el. Tevékenységüket tekintve az export értékteremtés, illetve növelés jelenleg a forgalmunk éves szinten az idei évet tekintve 14 milliárdos nagyságrendű lesz, és ennek a közel 20%-a export értéket képvisel, ezt szeretnénk tovább növelni, illetve ezt az értéket, amit az idén megtermeltünk, ezt szinten tartani és tovább bővíteni. A rendezvényen részt vett és beszédet mondott Kis János, aki köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, hogy a szokásos pesszimizmus helyett van mire büszkének lennie Miskolcnak és a megyének. Ezt követően dr. Szelecki Zsuzsanna Judit helyettes államtitkár, Vejlandics Miklós, NAV megyei igazgató tartott előadást, Filip Csaba ügyvezető igazgató pedig bemutatta a Toolstyle Kft-t. Bihal Tamás, a Bokik elnöke méltatta a rendezvény jelentőségét, majd kitért rá, hogy a top 103 kategóriájában összesen 152 cég szerepel, közülük 60 mind a három mutatóban megtalálható a listákon. Szorgalmazta az összetartozást, összefogást, együttműködést a gazdasági élet szereplői közt, amiben a kamara mint köztestület kész és képes segíteni. Hát a lista élén a vegyipari és a járműipari cégek állnak, kiegészülve az elektronikai és az energetikai területtel. A megyénk az a vegyiparban és a gépipar, járműiparban kiemelkedően erős, ez tükrözi a cég rangsor is. 152 cég szerepel a top 100-as listán. Az első 20-ban jellemzően azok a cégek szerepelnek, akik eddig is szerepeltek az elmúlt években. Nyilván itt ilyen cégméretnél egyik évről a másikra jelentős változás nincs. A Takata most szerepel először, mint egy érdemleges miskolci nagybefektető. És én azt gondolom, hogy a cég lista az egyértelműen mutatja a megye ipari jellegét, ez egy iparos megye,
és ebből adódóan nyilván a feladataink közé tartozhat az, hogy az iparbázisát, a kutatásfejlesztő szakemberellátást erősítsük. Ez a rendezvény is azt célozza, hogy mégis ez egy ünnep is, egyúttal a gazdaság teljesítményét, elejét szeretnénk itt ünnepelni a legnagyobb és a legkiemelkedőbb cégek vesznek ezen részt, és ezt én nagyon fontosnak dolognak tartom, mondhatnám a legfontosabb, hisz a gazdaság teljesítményével összefügg minden, az oktatás, az egészségügy, és általában az emberek jóléte. Tehát nagyon-nagyon komoly érdekeink fűződnek ahhoz, hogy a gazdasági szereplők teljesítménye javuljon. Általában az elmúlt években helyi tulajdonú cég kapta ezt a top 100 díjat. Ezen a tradíción az idén sem változtattunk. A beszédeket követően átadták a top 100 kiadványokat a cégek képviselőinek. Zárásként Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke mondott pohárköszöntőt, méltatta a cégek elért teljesítményét és sok sikert kívánt a folytatáshoz, mivel a megyének is az az érdeke, hogy jól teljesítsenek. Az idén harmadik alkalommal tudok részt venni a Top 100 kiadványnak a megjelenése kapcsán rendezett rendezvényen. Köszönet a Bokiknak, adóhivatalnak, hogy egy ilyen zseniális összeállítást készítettek. Ha az elmúlt időszak kiadványait föllapozzuk, akkor remekül lehet látni azt, hogy mely cég hova, honnan, hova jutott. Remekül látszik az, hogy kinek milyen mértékű adóbevétele volt, mennyi alkalmazottat tudott az elmúlt időszakban foglalkoztatni, és valójában milyen sikeres évet zártunk. Összességében azt gondolom, hogy ha jól megy a megyei vállalkozóknak, akkor jól megy a megyének. Mondhatom ezt azért, mert ha a megyei vállalkozók nyereségesek, akkor abból fejlesztéseket fognak produkálni, a fejlesztések pedig újabb foglalkoztatást fognak generálni, a megyénkben élőknek lesz munkahelye, meg sem fordul a fejükben az elvándorlás. Felújították a Sajó-Szentpéteri rendőrőrs épületét. Sikeresen lezárult a Sajó-Szentpéteri rendőrőrs épületének felújítása. Az objektum olyan külső és belső átalakításokon ment keresztül, melyek kényelmesebbé és könnyebbé teszik az ott dolgozó rendőrök munkáját. Nagyon nagy dolognak tartom, hogyha egy önkormányzatnak sikerül egy-egy munkát elvégezni, mondjuk egy felújítási munkát. Hát ennek meg külön örülök, hogy a rendőrség épülete is megújult, megszépült, hiszen fontos az, hogy azok az emberek, akik tulajdonképpen a mi biztonságunkról gondoskodjanak, ők is érezzék, hogy van egy önkormányzat, amely törődik velük és odafigyel rájuk. Nagyon fontos dolognak tartom azt a változást, ami 2010-ben bekövetkezett a kormányváltással, hiszen egy olyan közmunka programot sikerült elindítani, amely nem csak arról szólt, hogy egy-egy településen mondjuk a fűkaszállás megtörténjen, vagy hogy esetleg az árkok rendben legyenek, hanem olyan munkák is elvégződjönek, amik maradandóak, tehát értékteremtő munkáról beszélünk, és én örülök neki, hogy a Sajó-Szentpéteri önkormányzat talált ebbe a közmunkaprogramba olyan embereket, olyan szakmunkásokat, akik a saját tehetségükkel, munkájukkal hozzá tudtak járulni ahhoz, hogy ennek a rendőrség épülete megújuljon és megszépüljön. A rendőrőrs épületét több ütemben újították fel, melyet az önkormányzat önerőből és tartmunkaprogram keretén belül valósított meg. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a főépület megújult. Ez azt jelenti, hogy az elektromos hálózatot, vizes blokkokat, nyílászárókat, a burkolatokat kicseréltük, tehát gyakorlatilag a főépületet rendbe hoztuk. És azért beszélek főépületről, mert két részből áll ez a rendőrségi épület. Maga a főépület, és mellette van egy úgynevezett felvonulási épület, ahol szintén irodák voltak. Most annyi történt, hogy miután a főépületet felújítottuk, a melléképületben az irodák megszűntek, oda olyan helyiségek kerültek, ahol nem dolgoznak a rendőr kollégák. És hát most már azért én úgy gondolom, meg az ő véleményüket is ismerve, ők is meg vannak ezzel a helyzettel elégedve, mert tényleg alapvető változás történt. Start munkaprogram keretében is került megvalósulásra ez a felújítás. Hogyan működik Sajó-Szentpéteren a Start munkaprogram?
mintegy 400 közmunkaprogramban résztvevő személy dolgozik Sajó-Szentpéteren, legkülönböző területeken. Én mindenképpen ezt egy jó megoldásnak tartom, a jelenlegi munkanélküli helyzetben megoldás mindenképpen a személyek részéről, de ugyanakkor az önkormányzatnak is megoldás, mert olyan beruházásokat meg tudunk valósítani, amit enélkül nem tudnánk. Mondok példákat, például járdaépítések, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog. Egy nagyon komoly munkát végeznek közmunkába, csapadék elvezető rendszernek a kiépítése. Nagyon fontos. És egészen kiváló, mondhatnám, jó minőségű munkát végeznek. Tehát nem igaz, hogy a közmunkaprogram az egy szükséges rossz, de alapvetően én be tudom bizonyítani, hogy eredményes munkát tudunk velük végeztetni. A Málenki robotra emlékeztek a megyeházán. Egy kis munka, mondogatták a szovjetek a deportált civileknek, aztán a többségnek 1-3 év lett belőle valahol keleten, a Szovjetunióban. Rájuk emlékeztek pénteken a megyeházán megrendezett kiállítással és konferenciával. A rendezvény szervező Borsodaba Új-Zemplén megyei területi német nemzetiségi önkormányzat elnöke Stuff Andrásné köszöntötte a vendégeket. Emlékeztetett rá, hogy a kormány 2015-öt az elhúzott politikai foglyok és Málenki robotosok emlékévévé nyilvánította, amelyet meghosszabbítottak az idei évre is. Ebbe illeszkedik a kiállítás és a konferencia. Emlékeztetett rá, hogy a II. Világháborút követően sokat szenvedett a hazai németség. Ezzel a megemlékezéssel akarunk adózni azoknak, akik a 71 évvel ezelőtti Málenki robot a Szovjetunióba elhurcolt munkatáborokban vettek részt, és ez az esemény tulajdonképpen egy megemlékezés arról, hogy milyen szenvedésen mentek ők keresztül, illetve akik jelen vannak, ők a megye nemzetiségi önkormányzat képviselői. Mint tudjuk, a rendszerváltás óta kezdtek el merni beszélni az idős emberek, akik még élnek ezekről a dolgokról, hiszen amikor hazatértek, ezekből a munkatáborokból meglettek fenyegetve, hogy ne beszéljenek ezekről az időkről. Török Dezső, a Borsodaba Új-Zemplén megyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében kitért rá, hogy Magyarország történetének egyik legsötétebb korszakában származás és politikai nézetei alapján hurcolták el az embereket, de bárki könnyen rákerülhetett a listára. Az ígért párnapos munkahelyet sokan csak 3 év után térhettek haza, 10 000 pedig soha. Ott pusztultak valahol a gulág világban. Emlékezni kell az áldozatokra, kimondani, amit annak idején nem csak titkoltak, hanem tiltottak is. Ennek a konferenciának az aktualitása természetesen minden évben időszerű. Már csak azért is, mert 1944. december 22-én például 18 és 30 év közötti hölgyeket és férfiakat csak azért gyűjtöttek össze Magyarországon, Borsodaba-Új-Zemplén megyébe is, hogy utána vonatra pakolva Szovjetunióba szállítsák kényszermunkára. Magyarországot több 100 000 embert érintett ez az egész eseménysorozat 44-45-ben, és sajnos több 10 000 nem is tudtak hazatérni. Őrájuk emlékezünk, illetve fogunk beszélni a konferencián, hogy soha többet ne forduljon ilyen elő a magyar történelemben. Véleménye szerint mi a jelentősége a mai napnak, és mi az üzenete? A jelentősége mindenféleképpen az, hogy megemlékezünk a több 10 000 emberről, akik nem tudtak hazatérni ezekből a fogolytáborokból. A jelentősége pedig az, hogy a fiatalok figyelmét is felhívjuk arra, hogy emlékezzünk, és minden alkalommal tudjuk, hogy mi a sorsa annak, hogyha egy ilyen hatalom eluralkodik Európában. Ezt követően előadások hangzottak el az elhurcolt rátkai és hercegkúti svábok megpróbáltatásairól, bemutattak egy dokumentumfilmet a túlélők visszaemlékezéséről, és zárásként közösen megtekintették a Mi már jártunk a paradicsomban című kiállítást. A kiállítás anyagát már régóta kutatjuk. Tulajdonképpen annak a kiállításnak az alapja egy 11 évvel ezelőtt megjelent könyvem, ami erről a történetről szól, a rátkaiak elhurcolásáról szól. Ezt a könyvet egyébként idén, októberben újra kiadtuk. Ez a könyv ennek a kiállításnak az alapja, és gyűjtöttünk további anyagokat, még élő
túlélőktől, illetőleg levéltári kutatások is alapját képezték ennek a kiállítási anyagnak. A Palóc táj mézlovagrend meglátogatta a berentei óvodásokat. December 7-én a Palóc táj mézlovagrend tagjai látogatták meg a berentei óvodásokat. Szent Ambrus napja alkalmából a lovagrend tagjai mézzel ajándékozták meg az óvisokat. A gyerekek különböző zenés, táncos műsorokkal várták látogatóikat. Nagyon nagy kitüntetés az, úgy gondolom, hogy ez a kicsi óvoda részesülhetett ebben az elismerésben, és ők azt gondolják, és ahogy én úgy utána olvastam az ő programjuknak, hogy a hátrányos helyzetű településeken élő gyermekeket szokták megajándékozni. Itt nálunk is vannak azért hátrányos helyzetű gyerekek, de úgy gondolom, hogy a mézet a gyerekek eleve nagyon szeretik. A másik pedig az, hogy mi az óvodába eleve a mézzel nagyon sokszor kerülünk kapcsolatba, hiszen mézes kalácsot szoktunk készíteni a Mihály napi vásár. A mai napon is a Palóc táji mézlovagrendnek a lovagjait megajándékoztuk egy-egy mézes kaláccsal. Milyen más jelentősége van még a mézfogyasztásnak, és miért tartja fontosnak azt, hogy már ilyen fiatal korban megismerkedjenek magával a mézzel? Azért fontos, mert élettanilag is nagyon fontos az, hogy a méz az egy egészséges dolog, a mézzel kapcsolatos termékek pedig egészségesek a gyerekek számára, hiszen kevesebb cukrot kellene fogyasztaniuk a gyerekeknek, inkább a mézzel kellene kapcsolatba kerülniük. A másik pedig az, hogy fontos az szerintem, hogy a termelői mézet fogyasszák a gyerekek, és ne az áruházban vett külföldi mézet vásárolják meg a szülők a gyermekeiknek. A mézlovagrend három borsodi tagja, Balla György, Bubenkó Lajos és Ortó Tibor is részt vett a rendezvényen. A Palóc táj mézlovagrend az Nógrád megyéből indult, jelenleg 23 fővel működik, már most Borsod megyéből három fő is tagja ennek a lovagrendnek, illetve Heves megyéből is vannak tagjai, lehet mondani, hogy a palócságnak a területét foglalja magába, és tulajdonképpen így tevékenykedik három megyében. Mi a tevékenységük? Hát a fő tevékenységünk a jó méztermelés, a jó méz megismertetése, és nyilván lovagi módon kell méhészkednie, viselkednie. A méhésznek jótékonykodnia illik és szeretünk is. A mézlovagrend ezen a napon, Szent Ambrus napján kisebb csoportokba meglátogatja környékén lévő óvodákat, iskolákat, és ott a mézet népszerűsíti, a jó mézet szeretné az egészséges élelmet egy kicsit népszerűsíteni. A mézlovak kollégák más településeken is ugyanúgy jótékonykodnak, délután van Salgótarjánban egy közös megbeszélésünk, és ott még egy közös rendezvényen leszünk részt. 20. alkalommal rendezték meg a Tollas Tibor szavaló versenyt Nagybarcán. December 10-én szülőfalujában, Nagybarcán 20. alkalommal rendezte meg a Tollas Tibor szavaló verseny döntőjét a Költő Örökségét Őrző és Ápoló Alapítvány. A verseny elődöntőjében az anyaországi versenyzők mellett részt vettek felvidéki és erdélyi diákok is. A zsűriben helyet kapott Orosz Margit költőnő, Molekné Kőrösi Beatrix, a kazincbarcikai Egresi Béni városi könyvtár igazgatója, Hideg Imre, a Borsodabaui Zemplén megyei önkormányzat nyugalmazott főosztály vezetője, Zsuponyóné Újvári Mária, a Putnoki Gömör Múzeum és Holló Galéria igazgatója, Németh Szilvia, Lezsák Sándor országgyűlés alelnökének titkárság vezetője, Kovács János, a Borsodabaui Zemplén megyei önkormányzat főjegyzője és Kelemen Csaba, színművész volt a zsűri elnöke. A megjelenteket Csíkászné Béres Erzsébet, a Kecskési Tollas Tibor emlékére alapítvány elnöke köszöntötte. Vadnai Zoltán Nagybarca polgármestere beszédében visszaemlékezett az elmúlt 20 év eseményeire és sikereire. Vagyunk néhányan itt ebben a teremben,
akik mind a 20 szavaló versenyen itt voltunk. És azt gondolom, hogy ha visszaemlékszünk erre a 20 évre, akkor rengeteg emlék jön elő. Emlék, amely ideköt bennünket versekhez, versmondókhoz, a zsűri tagjaihoz. Emlékek, amelyek az elődöntőkhöz kapcsolnak, hiszen, ahogy Erzsike is említette, amikor Erdélyben voltak az elődöntők, nagyon sokszor egy busznyian, kis busznyian, mikor mennyien indultunk el Szobátára, és nagyon-nagyon sok szép olyan élmény van előttünk, van a lelkünkbe és a szívünkbe, amelyek ott is, itt Nagybarcán is végigkísérik ezt a 20 évet. Menjből az angyal, menj sietve! Az üszkös, fagyos Budapest. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatok a harag, ahol nem csillog a karács, nincs aranydió a fák, nincs más, csak fal, tider és éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék, szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csatára. A jubileumi rendezvényen részt vett Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője. Nagyon nagy jelentőséggel bír ez a rendezvény, hiszen én úgy gondolom, hogy azokat az embereket, akik valami maradandót alkottak az életükben, leteztek az asztalra valamit, azokról meg kell emlékezni, azoknak mindig napirenden kell lenni, véleményem szerint. És én örülök annak, hogy itt Nagybarcán a Tollas Tibor szavaló versenyt már 20. alkalommal, jubileumi alkalommal rendezték meg, és hogy hallgattam a verseket, szavalatokat, hát bizony a zsűrinek nagyon nehéz dolga lesz. Még egy dolgot szeretnék azért kiemelni, én úgy gondolom, hogy Tollas Tibor a életútjával, a börtönben eltöltött éveivel, verseivel kitartást adott nekünk, tulajdonképpen ma élőknek, megmutatta, hogy az emberi kitartás milyen sokat tud jelenteni egy embernek az életében, és a versei azok pedig ma is erősítenek, vannak könnyed versek, amelyek szórakoztatóak, de azért sok-sok versében ott vannak az eltöltött börtönéveknek az emlékei, és ezek úgy gondolom, hogy mindannyiunkban erőt kell, hogy adjonak, és erőt is tudjunk ezekből sugározni. Ezért tartom fontosnak, hogy mindenkiről, aki tett, alkotott, maradandót hagyott, azokról igenis minden településen meg kell emlékezni. A rendezvény több zenés és táncos produkció színesítette. A verseny zárásaként átadták a résztvevőknek az ajándékokat és az első három helyezett jutalmát. Könyvtári napokat tartottak Sajó-Szentpéteren. Könyvtári napokat tartanak a Sajó-Szentpéteri Lévai József Városi Könyvtárban. 2016. december 12-én Kiskezek Nagy Mesterek címmel tartottak kiállítást, ahol a Sajó-Szentpéteri óvodák mutatkoztak be. A kiállítást Palla Melinda igazgatónő nyitotta meg. A rendezvény sorozat december 10-től 17-ig, azaz szombattól szombatig tart. Tradícióteremtő jelleggel itt a könyvtáros kollégáim kitalálták, hogy egy téli könyvtári napot szeretnének megvalósítani, ami láthatóan sikerült is nekik. Gyakorlatilag a hosszú távú cél az, hogy minden évszakhoz kapcsolódóan egy ilyen könyvtári napokat színes programrepertoárral prezentáljanak a vendégeknek. És hát nyilván egy kicsi hátsó szándék az is, hogy népszerűsítsék a könyvtárat, nem csak Sajó-Szentpéteren, hanem magát az eszmeiségét is, hiszen ugye itt a kiállítás
kiállítás megnyitója alkalmával, illetve a rendezvény megnyitójának az alkalmával elmondtak, hogy egészen más élmény egy könyvet úgy valóban a kezünkbe venni, mint mondjuk a tabletünket megnyitni, vagy a számítógépen olvasgatni. Úgyhogy nyilván a cél az, hogy a könyvtárakat és az olvasást is népszerűsítsük. Hogyan zajlott a mai megnyitó, kik voltak a résztvevői? A mai napon lehetőséget kaptak az óvodás korosztályból, illetve a Sőszentpéteri óvodába járó gyerekek arra, hogy megmutassák tehetségüket. Készültek egy kis műsorra, bemutatóval, és hát emellett itt mögöttem a kiállításon az ő munkáikból készült el. A könyvtári napok keretében milyen programok kerülnek még megrendezésre? Hát a program repertoárja az felöleli gyakorlatilag a teljes generációt, kicsiktől a nagyokig. Ha megengedi, akkor egy kicsit puskáznék is, hiszen ugye már szombaton ugyan egy kis előrendezvényen megkezdődött a program, ünnepi hangulatban egy kis irodalmi kör jött össze hangszeren játszó fiatalokkal. A mai napon láthatjuk ugye a Kiskezek Nagymesterek című kiállítás megnyitóját, és hát folytatjuk a holnapi napon, egy diavetítés lesz kicsiknek, majd pedig szerdán a felnőttek szólítják meg az agytorna nadrággal. Játékos vetélkedőn vesznek részt felnőttek. Egyébként én magam is tagja vagyok az egyik csapatnak. December 15-én, csütörtökön, karácsonyi mesetár címmel meseposztós foglalkozás lesz szintén ovisoknak, majd pedig pénteken, 16-án, kalandos karácsony következik a könyvtárban. Interaktív könyvtár használati óra szintén az általános iskolásokkal. És szombaton zárul a téli könyvtári napoknak a rendezvénysorozata ünneppár új hátszóházzal, ahol karácsonyi díszeket készítettek az érdeklődők. Ezek voltak körzetünk hírei. Híradásunkat követően megtekinthetik keddi műsorunk vágatlan anyagát és a 20. Tollas Tibor szavaló versenyt. Adásainkat visszanézhetik online hírportálunkon, a www.sajomente.hu oldalon, ahová további hírekért, információkért és videókért látogassanak el. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!